A leszakadó Honvéd városrész felkarolását célzó projekt magában foglalja már 10 jelenleg is álló önkormányzati bérlakás széleskörű felújítását, valamint 4 teljesen új megépítését. A korszerűsítés már számos utcában megkezdődött, párhuzamosan több lakásban is folynak a munkálatok. Erről Sije Zoltán, a kivitelező cég ügyvezető igazgatója beszélt stábunknak. A Berzsenyi utca 10-es AB épület és a 8-as épületnek a felújítása folyik éppen, amit majd meg fogunk tekinteni. Így gyakorlatilag a belső részeknek a teljes bontása megtörtént. A válaszfalak egy része, amit kellett, teljesen kialakítottuk. Kihordtuk azokat a részeket, amelyek nem kellett. A nyilázárókat teljesen kicseréltük, és már a külső homlokzat szigetelés folyik. Valamint a kedves kollégáim megcsinálták már az elektromos hálózat új csövezését, annak kiépítését, valamint a vízhálózat is teljesen új került. Látni fogják majd az épületen fönt, hogy teljesen megújul, új kéményeket kapnak, és a külső rész is teljesen új szigetelést kap. Mint mondta, a szóban forgó épületek a modern energetikai szabványoknak már nem felelnek meg. A felújítandó és az újonnan felhúzott házak viszont minden ilyen előírásnak teljes mértékben eleget fognak tenni. A kivitelezés során nagy hangsúlyt fektetnek a megfelelő szigetelés kialakítására és arra is, hogy az elavult nyílászárókat korszerűekre cseréljék. Ennek köszönhetően az érintett családok a fűtési szezonban jelentős mennyiséget tudnak majd megspórolni. A Berzsenyi utcában 3, míg a szomszédos Pajzs utcában 5 bérlakás kerül modernizálásra. A bérlők hálásak a felújításokért és pozitívan értékelik a beruházást. Elmondásuk szerint nagy szükség volt már erre. Az aljzat az ilyen 7-8 centire minden helységbe meg volt hajolva, le volt szakadva, és ugye az nyílászárók, ami nagyon fontos nekünk. Nem mindegy, mennyit fűtünk, vagy mivel fűtünk. Nagyon örülünk, hogy egy ilyen pályázatot kaptunk, mert az évek alatt, amióta itt lakunk 30 éve, leamortizálódott a lakásunk sajnos, és ez egy nagyon nagy öröm nekünk. Ha az építkezések a tervek szerint folytatódnak, akkor a szóban forgó felújítás alatt álló épületeket 5-6 héten belül újra birtokba vehetik a lakók. A tevékenységek jó ütemben haladnak, de számos fontos művelet csak ezután kerül még elvégzésre. A Berzsenyi utcán gyakorlatilag külső hőszigetelés fog majd megtörténni, belül a szigetelések, hidegburkolás és festés, valamint a szerelvényezés és a gépészeti tevékenységek. Az újonnan megépülő bérlakások alapozásához is hozzákezdett a kivitelező, a Dembinszky és a Vlasics utcán már ennek a munkálatai is zajlanak.